Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Ünnepi műsorunk kezdetén kérem fogadjuk a nemzeti zászlót és Baja megyei jogú város zászlaját. Kérem, foglaljanak helyet. Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország. Messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, egyszer majd testem is e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házak faláról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, és nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály. Annak mit rejtett térkép, gyárat, s vadlaktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít anyát. Az gyárat lát a látcsőn, s szántóföldeket, míg én a dolgozót is ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát ki halkan sírogat. S ami föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzen. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze a számban, hol mész, hol áfonya. És az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím, itt a kő, de föntről e kő sem látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. Tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is, bűntelen. És csecsszopók, kikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke újja. S folytott szavunkra majdan, friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjfelleg. Tisztelt hölgyeim és uraim! Kérem, álljanak fel, és énekeljük el közösen a himnuszt.
Kérem, foglaljanak helyet. Az elmúlt percekben ünnepi fanfárt szólaltatott meg trombitán Húsvai György, a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanára és fuvolyzenekari karnagya. Majd Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét hallhattuk Farkas Soblocher Anna, a Bajai Rábl Színpad és Zenei Közösség tagja előadásában. Bajaváros és a bácskai térség nemzetiségeinek képviselői ismerős dallamok kíséretében csatlakoztak hozzánk. Köszönjük, hogy előadásukkal, jelenlétükkel erősítik a sokszínű bajaiságot, és emelik az ünnepi pillanatok fényét. Tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Baja megyei jogú város közgyűlésének alakuló ülésén. Tisztelettel köszöntöm Zsigó Róbert urat, Baja és térsége országgyűlési képviselőjét.
Vedelek Norbert urat, a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés elnökét. Dr. Bari Bernadett polgármesterasszonyt. És a közgyűlés megválasztott képviselő tagjait. Köszöntöm továbbá Baja megyei jogú város jegyzőjét és aljegyzőjét, valamint a helyi választási bizottság elnök helyettesét és tagját. Tisztelettel köszöntöm a helyi nemzetiségi önkormányzatok képviselőtestületeinek megválasztott tagjait, az intézmények és gazdasági társaságok vezetőit, Baja város díszpolgárait, a társ- és közigazgatási szervek vezetőit, valamennyi meghívott vendégünket, az érdeklődő polgárokat és a sajtó megjelent képviselőit. Ezennel átadom a szót polgármesterasszonynak. Én is nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket. Kérem, mielőtt a közgyűlés alakuló ülését megkezdjük, egy perces néma felállással adózzunk dr. Fátrai Klára, az Eötvös József Főiskola egykori főigazgatója, Baja elismert pedagógusa emléke előtt. Kérem, álljunk fel! Tisztelt közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189-es törvény, a továbbiakban Magyar MÖTV, 43. paragrafus első bekezdése alapján a képviselőtestület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül tartja meg. Az MÖTV 146J bekezdés 1-2 pontjában meghatározott átmeneti rendelkezés kimondja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2024. évi általános választásához kapcsolódóan, ahol az MÖTV a választáshoz, a választás eredményének jogerős megállapításához, illetve a választás napjához, azaz 2024. június 9. napjához jogkövetkezményt fűz, ott a jogkövetkezmény alkalmazásának kezdő időpontjaként 2024. október 1. napját kell érteni, vagyis az alakuló ülést 2024. október 1-től számított 15 napon belül kell megtartani. Az MÖTV 43. paragrafus második bekezdése értelmében az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. Az MÖTV 21. paragrafus 4-es bekezdése kimondja, a megyei jogú város képviselő testülete a közgyűlés. Az MÖTV 146/I paragrafus első bekezdése értelmében a 2022. évi első törvénnyel megyei jogú várossá nyilvánított település ide tartozik, mint a törvény erejénél fogva megyei jogú város, és mint az közismert Baja és Esztergom, törvényben meghatározott megyei jogú városi jogállásából származó feladatait a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását követően a megyei jogú város közgyűlésének alakuló ülésétől látja el. Megállapítom, hogy a mai ünnepi alakuló ülésen Baja megyei jogú város közgyűlésének megválasztott 15 tagja közül mind a 15 fő megjelent, a közgyűlés alakuló ülése határozatképes. A közgyűlés alakuló ülését megnyitom.
Sorrendmódosításra nem teszek javaslatot, pontosítás a napirendekhez nincs. Sürgősséggel napirendre vételre késedelmes küldés miatt a napirend szerinti helyén tárgyalva a 9, 11 és 17-es jelű előterjesztések. Sürgősséggel napirendre vételre javasolt indítvány nincs. Zárt ülésen tárgyalandó az önkormányzati törvény rendelkezései alapján nincs. Előterjesztésekhez kiegészítés, módosítás nem készült. A képviselők kézhez kapták az SMS 37. paragrafus első bekezdése szerinti jegyzői tájékoztatást a rendelettervezetek társadalmi véleményezéséről. Kérem a közgyűlést, hogy az ismertettek figyelembevételével szavazzon a mai alakuló ülés napirendjéről. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal egyhangon elfogadta a mai ülés napirendjét. Ennek megfelelően első napirendi pontunk a Bajai Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója, a polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásáról. Előterjesztő dr. Nemes Ferenc elnök távollétében dr. Mózes Ákos elnök helyettes. Köszöntöm elnök helyettes urat, illetve dr. Paska Mihályt, a HVB tagját. Kérem elnök helyettes úr, hogy tartsa meg beszámolóját. Tisztelt jelenlévők, tisztelettel köszöntök mindenkit a Helyi Választási Bizottság és a magam nevében. A polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők 2024 évi általános választásával kapcsolatban a Bajai Helyi Választási Bizottság jogszabály szerinti tájékoztatója a következő. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010 évi 50-es törvény rendelkezései alapján polgármester személyét a választópolgárok közvetlenül választják. A képviselőtestület tagjai tekintetében a 10.000 fő lakosság számot meghaladó települések esetében úgynevezett vegyes választási rendszer működik, azaz egyéni választókerületben, illetőleg kompenzációs listáról szerezhető mandátum. Az imént hivatkozott törvény által meghatározottan és a helyi választási iroda vezetője által megállapított határozattal Baja közigazgatási területet 10 egyéni választókerületre osztott, amelynek megfelelően 10 egyéni választókerületi képviselői mandátum, ezen felül a kompenzációs listát állító pártok és társadalmi szervezetek listáiról további 4 képviselői mandátum betöltésére kerülhetett sor. A választás előkészítése rendben és törvényes keretek között zajlott, a választás szerveit, így a helyi választási bizottság tagjait, illetve a szavazatszámláló bizottságok tagjait képviselőtestület a jogszabályoknak megfelelően megválasztotta, valamint a jelölőszervezetek is delegálták a megbízottjaikat. A helyi választási bizottság a működése során 144 darab határozatot hozott, a jelöltek, illetve kompenzációs listák nyilvántartásba vételén át, szavazólapok jóváhagyásán túl, kifogások elbírálásáról, és nem utolsó sorban a választás eredmények megállapításával bezárólag. A választás napján Baján a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 28.163 fő volt, amelyből a szavazáson megjelent 16.099 fő, így a részvételi arány 57,16%-os volt. A június 9-ére kitűzött az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása rendben, érvényesen és eredményesen lezajlott. Szavazás során említésre méltó rendzavarás, rendkívüli esemény nem történt. A helyi választási bizottság eredmény megállapító határozatai mind a polgármester személyi, mind az egyéni választókerületi képviselői mandátumot szerzők személye, mind a kompenzációs lista szerinti képviselők tekintetében 2024. júni 13. napján jogerőre emelkedett. Polgármester asszony és a képviselők is a megbízó leveleket időközben készhez kapták. Mindezen tények alapján a megválasztott mandátumot nyert polgármester és képviselők névsora a következő. Polgármester asszony dr. Bari Bernadett, jelölőszervezet a Fidesz-KDNP, egyes számú egyéni választókerületben mandátumot nyert Csubákné Besesek Andrea képviselő, jelölőszervezet a Fidesz-KDNP, kettes számú egyéni választókerületben
mandátumot nyert Érci Ramón Attila, jelölőszervezete a Fidesz-KDNP. 3. számú egyéni választókerületben mandátumot nyert Kovács Attila, jelölőszervezete a Fidesz-KDNP. 4. számú egyéni választókerületben mandátumot nyert dr. Zöld László Csabáné, jelölőszervezete a Fidesz-KDNP. 5. számú egyéni választókerületben mandátumot nyert Perjés Emőke, jelölőszervezete a Fidesz-KDNP. 6. számú egyéni választókerületben mandátumot szerzett Kristó Luca, jelölőszervezet a Fidesz-KDNP. 7. számú egyéni választókerületben mandátumot szerzett Ábrahámné Tóth Edit, jelölőszervezet a Fidesz-KDNP. 8. számú egyéni választókerületben mandátumot kapott Rácz Péter, jelölőszervezet a Fidesz-KDNP. 9. számú egyéni választókerületben képviselő lett Rosta Lajos, jelölőszervezet a Fidesz-KDNP. 10. számú egyéni választókerületben képviselői mandátumot nyert Polyák Judit, jelölőszervezet a Fidesz-KDNP. Kompenzációs listáról Darabos András, akinek jelölőszervezete a Mi Hazánk. Szintén kompenzációs listáról Hajdú Miklós, akinél jelölőszervezete a Marég. Kompenzációs listáról a 3. képviselő László Károly, jelölőszervezet a Bácskaiak a Városért Egyesület, és 4. kompenzációs listás mandátumos helyet Szekérné Dikán Edina, a Marég jelölőszervezet részéről. A 2024. június 9-én nemzetiségi önkormányzati képviselő választás is zajlott egyidejűleg. Itt is megállapítható, hogy a választás érvényes, eredményes volt. 5-5 fő horvát, roma és német nemzetiségi önkormányzati képviselő és 3 fő szerb nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztására került sor. A települési nemzeti önkormányzatok összetétele az alábbi. Bajai horvát önkormányzat 5 fő képviselővel, Gugán Antal, Sibalin Mirjana, Osztrogonáci József, Markovics Józsefné, Filákovics Ildikó. Bajai német önkormányzat 5 fő képviselőjelöltje, Glázenhardt János, Manc József György, Huber Éva, Emmert Bettina Mária és Hóman Márta. A bajai cigány önkormányzat 5 fő képviselője, Horváth István Szilveszternél, Horváth István Szilveszter, Lakatos Ferenc, Horváth Henrietta, Horváth Milánné. A bajai szerb önkormányzat 3 fő képviselőjelöltje, László Martin Krisztofer, Kesetovic Leon Haris és Szegedi Sándor József. Ezek tehát a választás eredményei. A Helyi Választási Bizottság nevében köszönetünket fejezzük ki a választás előkészítésében és lebonyolításában közreműködőknek. Külön köszönetet fejezünk ki a Helyi Választási Iroda munkatársainak a szakszerű és áldozatos munkájukért. Végezetül pedig a bizottság nevében gratulálok mindenkinek, illetve hát a bizottság is gratulál mindenkinek az eredményes választáson való részvételért, és mindenkinek eredményes munkát kívánunk. Köszönjük szépen a Helyi Választási Bizottság minden tagjának a munkát. Következő napirendi pontunk az önkormányzati képviselők eskütétele, a képviselői esküokmányok aláírása és átadása. Az önkormányzati törvénnyel összhangban felkérem a közgyűlés jelenlévő tagjait a képviselői eskü letételére. Kérem a közgyűlés tagjait és minden jelenlévőt, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy az esküszövegét mondják utánam. Az én után mindenki a nevét, az eskü végén pedig az Isten engem úgy segélyen formulát a meggyőződésének megfelelően legyen szíves mondani. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Baja megyei jogú város fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Kérem, foglaljanak helyet. Megkérem a képviselőket, hogy amint a nevüket hallják, fáradjanak az emelvény elé, és írják alá az eskütételt igazoló esküokmányt, majd vegyék át jegyző úrtól. Csubákné Besesek Andrea. Dr. Zöld László Csabáné. Kovács Csaba. Poják Judit. Rácz Péter. Érci Ramon Attila. Ábrahámné Tóth Edit.
Perj és Emőke. Kristól utca. Rosta Lajos. László Károly. Szekérné Dikán Edina. Darabos András. Hajdú Miklós. Következő napirendi pont a polgármester eskütétele, a polgármesteri esküokmány aláírása és átadása. Az önkormányzati törvény értelmében a polgármester is esküt tesz a közgyűlés előtt, és erről esküokmányt ír alá. Felkérem dr. Bari Bernadett polgármesterasszonyt, hogy az eskütételhez szíveskedjék az emelvény elé fáradni, és a közgyűlés felé fordulva a polgármesteri esküszövegét elmondani. Kérem a közgyűlés tagjait és minden jelenlévőt, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni. Kérem a polgármesterasszonyt, hogy az esküszövegét mondja utánam. Az én utána nevét, az eskü végén pedig az Isten engem úgy segélyen formulát a meggyőződésének megfelelően legyen szíves mondani. Én, dr. Bari Bernadett, Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Baja megyei jogú város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Kérem, foglaljanak helyet. Kérem, foglaljanak helyet. Megkérem polgármester asszonyt, hogy írja alá az eskütételt igazoló esküokmányt, majd vegye át jegyző úrtól. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt elnök úr, tisztelt díszpolgárok, intézményvezető asszonyok és urak, tisztelt vendégeink, tisztelt közgyűlési tagok. Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit az alakuló ülésen. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Az önkormányzati választások történetében egyedülálló volt az a hosszú átmenet, ami a választás napja és a tényleges hivatalba lépés között telt el. Ezzel együtt sem tudok még meghatottság nélkül gondolni arra, hogy milyen megtisztelő a bizalom és a feladat, hogy Baja megyei jogú város polgármesterévé választottak. Az összes képviselőtársam és a magam nevében köszönettel tartozom mindenkinek, aki támogatott és aki segített minket, aki bizalmat szavazott nekünk a következő évekre. A bajaiak döntése mindannyiunkat arra kötelez, hogy felelősségteljesen, kizárólag a város és a benne élők érdekeit szem előtt tartva végezzük a feladatunkat. Ígérem, hogy azon fogunk dolgozni, hogy megszolgáljuk a bizalmat, és bebizonyítsuk, hogy méltóak voltunk rá. A meghívóban foglaltak szerint ez az a napirendi pont, ahol ismertetem a bajaiakkal a programunkat. Kivételesen szerencsés helyzetben érzem magam ebben a tekintetben is, hiszen a bajaiak előtt nem csak, hogy ismeretes már a programunk, hanem velük együtt alkottuk meg azt. Mint az bizonyára sokan tudják, idén januárban indítottuk útjára a Hajrá Baja elnevezésű akciónkat, melynek keretében arról kérdeztük a bajaiakat, hogy hogyan képzelik el szeretett városunk jövőjét a következő évtizedben. A kérdőív kapcsán képviselőtársaimmal szó szerint lejártuk az egész várost. Számtalan személyes találkozás, beszélgetés van a hátunk mögött ebből az időszakból, és azóta is. A találkozások során nyert tapasztalatok és a közel 6000 darab kitöltött kérdőív nyomán született meg a bajaiak programja. Ez a dokumentum egy erős alap. Ez adja meg számunkra az irányokat a következő évekre. Ennek a programnak a végrehajtására kértünk, és kaptunk bizalmat a bajaiaktól az önkormányzati választásokon. Nézzük meg, milyen feladatok is várnak ránk. A bajaiak egyértelműen azt várják tőlünk, hogy újra fejlődési pályára állítsuk a várost. A kiemelt jelentőségű fejlesztések megakadásának okát kivizsgáljuk, intézkedéseket teszünk a nagy beruházások folytatására, és lehetőségeink szerint újak megkezdésére. Nem fordulhat elő még egyszer, hogy már elnyert pályázatokat visszaad a város, vagy hogy a szükséges szakmai egyeztetések elmaradása miatt veszélybe kerüljön egy a bajaiak számára fontos fejlesztési lehetőség. A kormányra partnerként kell tekintenünk, hiszen az együttműködésnek korábban is kézzelfogható eredményei voltak, amelyek minden bajai megelégedésére szolgáltak. Elég csak a Jelki téri körpályára, a városi piac megújítására, vagy akár a történelmi belváros felújítására gondolnunk. A pályázati lehetőségek minél szélesebb körben történő kihasználása érdekében együttműködünk a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzattal, a technikai részletek leegyeztetése már folyamatban van.
2022. május 1-től Baja ismét megyei jogú város lett. Azon fogunk dolgozni a következő években, hogy megtöltsük tartalommal ezt a rangot. Bajának vissza kell nyernie a térség vezető szerepét. Egy 120 ezres agglomeráció motorja vagyunk, ezért fontos, hogy a környező településekkel választási ciklusokon túlmutató együttműködésre törekedjünk, építőmunkánkhoz szövetségeseket gyűjtsünk. Baja vezetésével, közös gondolkodással az egész bácskai térség nyertese lehet a következő évtizednek. Az együttműködés első lépéseként kezdeményeztem térségünk országgyűlési képviselőjénél, Zsigó Róbertnél, hogy az általa több mint egy évtizede rendszeresen összehívott térségi polgármesterek találkozója ebben a ciklusban elsőként Baján kerüljön megrendezésre, ezzel is kifejezve szándékunkat a közös gondolkodásra és a közös munkára. Baján folyamatosan szükség van út- és járdaépítésekre. Ez alapvetés, nem pedig hangzatos kampányigéret. Egy önkormányzati ciklus eredményességi mutatója nem lehet kizárólag a megépített utak és járdák hossza. Minden rendelkezésre álló forrást felhasználunk az infrastruktúra fejlesztéséhez, utak, járdák építéséhez. Folyamatosan vizsgálni kell a parkolási lehetőségeket, és új parkolóhelyek kialakítására kell törekedni, mindezt alapos, átgondolt döntések mentén, amely a közlekedés minden szereplője számára biztonságot nyújt. Az elmúlt évek visszajelzései, tapasztalatai alapján az egyik leggyakrabban hangoztatott elvárás a bajaiak részéről, hogy a városnak legyen gondos gazdája. Ehhez az egyik alapvető feltétel, hogy a város működését biztosító önkormányzati cégek munkájukkal az itt élőket szolgálják. A hatékony feladatvégzés érdekében a cégek struktúrájának áttekintésére, bizonyos munkafolyamatok átszervezésére van szükség. Fel kell tárnunk a jelenlegi működés hiányosságait, hibáit, és olyan kereteket kell meghatározni, amelyek között ténylegesen biztosítható a rend és a hatékony működés, a cégvezetők egymás segítő és nem egymást ellehetetlenítő munkája, a költségek racionalizálása. A hiányosságok feltárásában segítségünkre lesz a héten lezajlott átadás-átvételi folyamat során készült hivatalos dokumentum, ami alapján egyértelműen látszik, hogy a jelenlegi működés nem tartható. Fontos részei ennek a munkának a hivatal dolgozói is. A város működtetésével kapcsolatos feladatokat nem rajtuk keresztül, hanem velük együtt szeretnénk megoldani. Az egyik legfőbb probléma, amit orvosolnunk kell, az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodás kérdése. Nem hagyhatjuk, hogy a város ingatlanjai a kalandpark sorsára jussanak, ami a nem megfelelő vagyongazdálkodás miatt már szinte az enyészeté lett. Olyan célokra kell használni az önkormányzati tulajdont, ami a bajaiak javát szolgálja. Ezen a téren is tettünk már lépéseket. Örömmel jelentem, hogy a kagyló épületével kapcsolatban a következő ülésre már készül a megállapodás, amely szerint a Havária Egyesület veszi használatba az ingatlan búvárképzés céljából, és ezzel együtt a bajai fiatalok számára is biztosítanak lehetőséget a búvár ismeretek elsajátítására, a biztonságos vízi élet alapjaira. Azt gondolom, nem igényel különösebb magyarázatot, hogy egy dunaparti városban miért is fontos mindez. Természetesen ez csak egy példa a gondos gazdálkodásra. Arra fogunk törekedni, hogy minél több hasonló megoldás születhessen még. A bajaiak programjának egyik jellemzője, hogy minden társadalmi csoportra kiterjed, hiszen a közös építkezés folyamatában épp úgy szerepet játszanak az idős bajai lakosok, akik egy életmunkájával teremtették meg nekünk mindazt, amiben élhetünk, mint azok a fiatal, családos bajaiak, akiknek egy élhető város szeretnénk teremteni. Egy olyan várost, ahol jó élni, ahol az ember szívesen alapít családot, ahol megvan minden ehhez szükséges feltétel. Az idősek megbecsülése terén az a minimum, hogy az őket megillető anyagi támogatást ne csak egyszeri alkalommal állapítsuk meg, mint ahogy az előző ciklus végén,
hanem rendszeresítsük, és lehetőség szerint további támogatási lehetőségeket keressünk számukra. Megalkotjuk a Maradj Baján fiatal programot, amelynek keretén belül a bajai közoktatási és szakképző intézményekkel, a helyi vállalkozásokkal együttműködve támogatási rendszert alakítunk ki mindazok számára, akik Baján szeretnének letelepedni. A célunk, hogy ezek a fiatalok itt teremtsenek otthont maguknak, családjuknak, tudásukkal, munkájukkal, városunkat gyarapítsák. Baja életében nélkülözhetetlenek a nemzetiségek, a civil szervezetek. Szeretnénk a jövőben a velük való együttműködést is magasabb szintre emelni, hiszen az elmúlt években is bizonyították, hogy számukra a város érdeke az első, bizonyították azt, hogy nehéz időkben is képesek tenni a városért. Az ülés elején az ünnepi műsorban is kifejezésre jutott, hogy Baja sok nemzetiségű város, amelyre a békés egymás mellett élés, egymás kultúrájának, hagyományainak a tisztelete jellemző. Szeretnénk, ha ezt az együttműködést az önkormányzattal is szorosabbra fűznénk, ennek egyik első mozzanataként egyik állandó bizottságunk kiegészült a nemzetiségi ügyekkel. Arra fogunk törekedni, hogy tartalommal is megtöltsük ezt a kapcsolatot. A sor végére hagytam a bajai identitás egyik legfontosabb elemét, Hungarikumunknak, a bajai halászlének a megbecsülését, és ehhez kapcsolódóan a bajai halászléfőző fesztivál méltóságának helyreállítását. Erős érzelmek munkálkodnak bennünk az elmúlt év történései kapcsán, a bajaiak joggal várják el tőlünk, hogy rendet tegyünk ezen a területen is. Ígérem, minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy visszaadjuk a bajaiaknak a halászléfőző fesztivált. A bajaiak programja közös munkánk eredménye, egy erős alap, amelyhez erős felhatalmazást kaptunk a lakosságtól. Mit kaptunk mindennek a megvalósításához? A héten lezajlott átadás átvételi folyamat során ebbe is betekintést nyerhettünk valamelyest. A mostanáig megismert tények tükrében megállapítható, hogy városunk vagyonának értéke csökkent. Az előző városvezetés által a kampányban megfogalmazott ígéretek olykor megalapozatlanok voltak, hiszen azokra nem állt rendelkezésre költségvetési fedezet, illetve nem volt mögötte testületi döntés. A költségvetésben lévő feladatok kapcsán már most látszik, hogy további forrásokat igényelnek, több száz millió forint nagyságrendben. A korábbi évek gazdasági tevékenysége során a nem kellő körültekintéssel végzett gazdálkodás szűkítette az önkormányzat cselekvési lehetőségeit és pénzügyi mozgásterét. A jelenlegi helyzet megoldása nem lesz könnyű, de ígérem, hogy mindent megteszek, mindent megteszünk annak érdekében, hogy településünk pénzügyi helyzetét stabilizáljuk, és ezzel megteremtsük a nyugodt, építő munka és az őszinte együttműködés alapjait. Minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy a körülmények ellenére is fejlődési pályára állíthassuk Baját. Mindenkinek a munkájára számítok, aki a bajaiak érdekében szeretne dolgozni. Az előttünk álló feladat nem kisebb, mint visszaépíteni Baja önbecsülését. Ehhez erős közösséget kell építenünk, és ápolnunk bajai elődeink ránk hagyott örökségét. Jelentem, hogy a városvezetés egységes, tapasztalt. Olyan alpolgármesterekre, tanácsnokokra, bizottsági elnökökre és tagokra teszek a mai ülésen javaslatot, akik vállalták, hogy együtt dolgozunk a bajaiak programjának megvalósításán. Végül, de nem utolsó sorban, a bajaiakra is ugyanúgy számítok, mint az eddigiek során, hiszen ezt a munkát közösen kezdtük el, közösen is fogjuk folytatni. Adjuk vissza a város büszkeségét, adjuk vissza Baja lelkét. Építsük közösen Baja jövőjét. Hajrá, Baja! Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont, előterjesztés dr. Bari Bernadett polgármester illetményének
költségtérítésének megállapításáról, továbbá a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt érintő egyéb kérdésekről. Előterjesztő dr. Papp Zoltán jegyző. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyek elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérdezem jegyző urat, hogy előterjesztőként kíván-e szólni. Kérdezem a tisztelt közgyűlés tagjait, hogy kívánnak-e az előterjesztéshez szólni. Amennyiben nincs hozzászólás, bejelentem személyes érintettségemet, és hogy a következő szavazásokban nem kívánok részt venni. Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés első számú határozati javaslatáról. Ábrahám Nétó, tedik. Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Most kérem a közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés 2. számú határozati javaslatáról. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Következő napirendi pontunk, előterjesztés dr. Bari Bernadett polgármester 2024. évi időarányos szabadságának ütemezéséről. Előterjesztő dr. Papp Zoltán jegyző. Az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz, amelynek elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérdezem jegyző urat, hogy kívánja. Köszönöm. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kívánnak-e szólni. Amennyiben nincs hozzászólás, hogy az előzőhez hasonlóan itt is bejelentem személyes érintettségemet, és hogy a szavazásban nem kívánok részt venni. Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés határozati javaslatáról. Rosta Lajos képviselő úr. Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Következő napirendi pont, előterjesztés főállású alpolgármesterek megválasztásáról. Előterjesztő dr. Bari Bernadett alpolgármester. Az előterjesztés 3 határozati javaslatot tartalmaz, melyek közül az első elfogadása egyszerű, a második és harmadik elfogadásához minősített többség szükséges. Az érintettek írásban nyilatkoztak arról, hogy zárt ülés tartását nem kérik. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kívánnak az előterjesztés kapcsán szólni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy kérem a közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés első számú határozati javaslatáról, hogy az alpolgármesterek megválasztására a törvény által előírt titkos szavazásra gépi szavazással kerüljön sor. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Ez technikailag azt fogja jelenteni, hogy a következő két szavazásnak az eredményét nem fogjuk látni a mögöttem, illetve velem szemben látható kijelző táblán. És akkor most kérem, hogy szavazzunk az előterjesztés második határozati javaslatáról, Csubákné Besesek Andrea főállású alpolgármesteré választásáról, amelyhez minősített többség szükséges. Megadom a szót képviselőasszonynak. Tisztelt polgármesterasszony, tisztelt közgyűlés, érintettség miatt nem kívánok szavazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot,
Baja megyei jogú város főállású alpolgármesterévé választotta Csubekné Besesek Andrát. Szeretettel gratulálok! Most kérem a közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés harmadik számú határozati javaslatáról, Hideg Dániel főállású alpolgármesterré választásáról, melyhez minősített többség szükséges. Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen, egy tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. Baja megyei jogú város főállású alpolgármesterévé választotta Hideg Dánielt. Szeretettel gratulálok! Következő napirendi pontunk az alpolgármesterek eskütétele, az alpolgármesteri esküokmányok aláírása és átadása. Az önkormányzati törvénnyel összhangban felkérem a megválasztott alpolgármestereket hivatali esküjük letételére. Kérem, hogy az eskütételhez szíveskedjenek az emelvény elé fáradni, és a közgyűlés felé fordulva az alpolgármesteri esküszövegét elmondani. Kérem a tisztelt alpolgármestereket, hogy az esküszövegét mondják utánam. Az én után saját nevüket, az eskü végén pedig az Isten engem úgy segélyen formulát a meggyőződésüknek megfelelően legyenek szívesek mondani. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Baja megyei jogú város fejlődésének előmozdítása érdekében. Baja megyei jogú város fejlődésének előre mozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Kérem, foglaljanak helyet. Megkérem az alpolgármestereket, hogy írják alá az eskütételt igazoló esküokmányt, majd pedig vegyék át jegyző úrtól. Csubákné Besesek Andrea. Hideg Dániel. Thank you.
Következő napirendi pont, előterjesztés a főállású alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapításáról. Előterjesztő dr. Bari Bennett polgármester. Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz, melyek elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kívánnak-e szólni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy kérem a közgyűlés, hogy szavazzon az előterjesztés első számú határozati javaslatáról. Elnézést kérünk még itt a kis izgalomban. Újra szavazást kérnénk. A polgármester asszony tartózkodását elmulasztotta bejelenteni személyes érintettség okán, úgyhogy kérem a tisztelt közgyűlést, hogy még egyszer szavazzunk az első számú határozati javaslatról. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Következő napirendi pont előterjesztés a képviselőtestület és szervezeti. Elnézést kérek. Van még egy határozati javaslatunk. A 2. számú határozati javaslatról kérem, hogy szavazzunk, aki ezzel egyetért. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a 2. számú határozati javaslatot. És most következő napirendi pontunk, előterjesztés a képviselőtestület és szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2022-es önkormányzati rendelet módosításáról. Az előterjesztés egy rendelet tervezetet tartalmaz, amely elfogadásához minősített többség szükséges. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kívánnak-e szólni. Nem látok. Csubákné Besesek Andrea. Igen. Tisztelt polgármesterasszony, tisztelt közgyűlés! Szeretném bejelenteni, hogy a Fidesz-KDNP frakció megalakult. Köszönöm szépen! És még jelezném, hogy a Fidesz-KDNP frakció vezetője a Fidesz-KDNP frakció döntése alapján én lettem, és helyettesem Rácz Péter képviselő úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok a Fidesz-KDNP frakciónak. Én annyit szeretnék jelezni az SMS módosítása kapcsán, több kérdés érkezett ezzel kapcsolatban, hogy a következő ülésre tervben van az SMS teljes körű felülvizsgálata, hiszen még nagyon sok kérdést kell majd szabályoznunk a működésünkhöz. A mostani alakuló ülésre azokat a kérdéseket hoztuk a testület elé, amelyek a működés kezdetéhez a legszükségesebbek voltak. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzanak a rendelettervezetről. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a rendelettervezetet. Következő napirendi pont, előterjesztés Baja megyei jogú város önkormányzat közgyűlésének ülésrendjéről. Az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz, amely elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kívánnak-e szólni. Ugye megválasztott képviselők már most is az ülésrend szerint ülnek többnyire. Hogy nincs hozzászólás, akkor kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Következő napirendi pontunk, előterjesztés a közgyűlés állandó bizottságai tagjainak
továbbá a közgyűlés tanácsnokainak megválasztásáról. Tisztelettel köszöntöm külön is az állandó bizottságok nem képviselő tagjainak felkért személyeket. Az előterjesztés 3 határozati javaslatot tartalmaz, melyek elfogadásához minősített többség szükséges. Itt szeretném elmondani, hogy az MÖTV 49. paragrafus első bekezdése szerint a képviselőtestület döntéshozatalából kizárható az, vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ünnep ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére, vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselőtestület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozott képesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. Az MÖTV 49. paragrafus első elbekezdése értelmében az MÖTV 49. paragrafus első bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselőtestület döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálásra irányul. Ezt a képviselők, illetőleg az első határozati javaslat miatt tartottam fontosnak elmondani, külön is, hiszen minden képviselő érintett szinte az első határozati javaslat alapján. Az érintettek zárt ülés tartását nem kérték. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kívánnak az előterjesztés kapcsán szólni. Amennyiben nincs hozzászólást, úgy kérem a közgyűlés, hogy szavazzon az előterjesztés első határozati javaslatáról, azaz a közgyűlés állandó bizottsági tagjainak megválasztásáról. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Kérem a közgyűlés, hogy szavazzon az előterjesztés 2. számú határozati javaslatáról dr. Zöld László Csabáné képviselőasszony egyházi, civil, szociális és karitatív ügyek tanácsnokának történő megválasztásáról. Ábrahámné Tóth Edit képviselőasszonynak. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, és ezzel dr. Zöld László Csabáné képviselőasszonyt egyházi, civil, szociális és karitatív ügyek tanácsnokává választotta. Jó munkát kívánok, képviselőasszony! Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés második határozati javaslatáról Kovács Csaba képviselő úr városüzemeltetési ügyek tanácsnokává történő megválasztásáról. Képviselő úr, a szó parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester asszony, tisztelt közgyűlés. Érintettség jogán én nem kívánok szavazni. Köszönöm. Kérem a tisztelt közgyűlés, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, Kovács Csaba képviselő urat városüzemeltetési ügyek tanácsnokává választotta. Gratulálok és jó munkát kívánok! Következő napirendi pontunk, a megválasztott nem képviselő bizottsági tagok eskütétele, esküokmányok aláírása és átadása. Az önkormányzati törvénnyel összhangban felkérem a megválasztott, nem képviselői bizottsági tagokat eskütételük letételére. Kérem a bizottsági tagokat és minden jelenlévőt, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni. Kérem a bizottsági tagokat, hogy az eskü szövegét mondják utánam. Az én után saját nevüket, az eskü végén pedig az Isten engem úgy segéljen formulát, a meggyőződésüknek megfelelően legyenek szívesek mondani. Én becsületemre és lelki ismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Bizottsági tisztségemből eredő feladataimat, Baja megyei jogú város fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem tisztségemet, a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Kérem, foglaljanak helyet. Megkérem az imént esküdtett bizottsági tagokat, hogy amint a nevüket hallják, fáradjanak ki, írják alá az eskütételt igazoló esküokmányt, majd pedig vegyék át jegyző úrtól. Vizén Tamás, Turánszkiné dr. Molnár Erzsébet Éva, dr. Varga Imre, Putnik Tamás, Balog Ádám, Hoffmann Mónika, Farkas Valéria, dr. Tanács Istvánné,
Keresztes József. Köszönöm szépen, és a megválasztott nem képviselőbizottsági tagoknak is jó munkát kívánok a továbbiakban. Következő napirendi pontunk, előterjesztés a helyi önkormányzati képviselő, a nem képviselőbizottsági tag a bizottság elnöke, és a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 21/2019-es önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról. Az előterjesztés egy rendelettervezetet tartalmaz, amelynek elfogadásához minősített többség szükséges. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kívánnak-e szólni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy kérem a közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés rendelettervezetéről. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egy tartózkodás mellett elfogadta a rendelettervezetet. Következő napirendi pontunk, előterjesztés a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény fenntartó társulás társulási tanácsába történő delegálásából. Az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz, melynek elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kívánnak-e szólni az előterjesztés kapcsán. Csubákné Besesek Andrea, a polgármester asszony. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Szeretném jelezni, hogy érintettség miatt nem kívánok szavazni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem a tisztelt közgyűlés, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Következő napirendi pont, előterjesztés a helyi szociális ellátásokról szóló 31/2022-es önkormányzati rendelet módosításáról. Az előterjesztés egy rendelettervezetet tartalmaz, melynek elfogadásához minősített többség szükséges. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kívánnak-e szólni. Szekérné Dikán Edina képviselő asszonyé a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester asszony, tisztelt közgyűlés. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez az előterjesztéshez tájékoztatásul, hogy a Baja Városért és Egészségért közalapítványgyűjtést indított az árvízkárosultak megsegítésére. Ez a gyűjtés még folytatódik, de már az eddig összegyűlt összegről folynak a megbeszélések az árvízkárosultak képviselőivel, hogy milyen módon tudjuk őket segíteni, és természetesen az összegyűlt összeg át lesz utalva, illetőleg el lesz döntve, vagy milyen formában tudjuk őket segíteni. És ezúton szeretnék mindenkit kérni, hogy aki még szeretne ezeknek az árvízkárosult embereknek a megsegítésére utalni, az a közalapítvány számla számlájára megteheti, feltüntetve a közlemény rovatban azt, hogy ez az árvízkárosultak javára történjen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Amennyiben nincs több hozzászólás, úgy kérem a közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés rendelettervezetéről. Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a rendelettervezetet. Következő napirendi pontunk,
Előterjesztés a 2025. évi Bulza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról. Az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz, amelynek elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kívánnak-e szólni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Következő napirendi pont, Nyirati Klára polgármester, polgármesteri foglalkoztatási jogviszonya megszűnéséhez kapcsolódó végkielégítés kifizetéséről. Az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz, melynek elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kívánnak-e szólni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy kérem a közgyűlés, hogy szavazzon az előterjesztés határozati javaslatáról. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. Tisztelt közgyűlés, tisztelt vendégeink! Az alakuló ülést ezennel bezárom. Nagyon szépen köszönöm mindannyiuknak, hogy megtisztelték a mai ülésünket részvételükkel. A kisebb-nagyobb botladozásokért elnézésüket kérem. Új még az elnevezése is, ugye mai naptól használjuk a közgyűlés kifejezést. Új még sok szerepkör, és maga az ünnepi alkalom is ad okot némi izgalomra. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Az ülést bezárom, és átadom a szót Metzinger Zsaklinnak. Köszönöm szépen. Kérem, álljanak fel, és énekeljük el közösen a szózatot.